Ursula von der Leyen az Európai Bizottság új elnöke. Az Európai Parlament szoros eredménnyel ugyan, de megválasztotta a német keresztény-demokrata politikust, aki a csúcsjelölti rendszer ellenében lett az Európai Tanács jelöltje, vagyis sikere önmagában is uniós reformnak számít. Ő az első nő, és 50 éve az első német politikus ezen a poszton, amelyet novemberben vesz át Jean-Claude Junckertől. Cseh Katalin, a liberálisok magyar alelnöke azt mondja, hogy jövőbeni támogatásuk nem magától értetődő, nagyok az elvárásaik, nem érik be szavakkal. Az Európai Néppárt egyik román képviselője is ezt hangsúlyozza, vagyis hogy bizalmukat nem adják ingyen, és ezt többször is elmondták neki. Feltételeket szabtak, és árgus szemmel figyelik majd ezek megvalósulását. Miután a keddi parlamenti szavazás titkos volt, nem tudni, hogy ki támogatta és ki ellenezte Urzula von der Leyen elnökségét. A szavazás előtt a konzervatívok és a centristák mellé álltak. A zöldek és a szélső jobb, illetve a radikális baloldal ellene volt.